Felháborítónak tartja a civil fórum, hogy a kormány el akarja vonni a helyi iparűzési adót. Ez, gondol a Zsolt Zoárd az Egyesület vezetője szerint, a város szuverenitásának az alapja és politikai következményei lehetnek. A fidesz KDMP frakció úgy reagált, ragaszkodnak ahhoz, hogy a debreceniek által megtermelt javak fölött elsősorban a debreceniek rendelkezzenek. El a kezekkel a város iparűzési adójától, ezt mondta a civil fórum Debrecen Egyesület elnöke mai tájékoztatóján. A kormány tervét, hogy elvonják az adó egy részét, és ebből egy alapot képezzenek, felháborítónak tartja. Gondola Zsolt Zoárt szerint az elvont összeg a nagyobb vállalatok beindulásával elérhetné a 20 milliárd forintot, ezzel veszélybe kerülhetnek a beharangozott jóléti intézkedések. Hozzátette, támogatják paplásztó polgármester törekvéseit, hogy ez ne kerülhessen el a városból de ha ez nem valósul meg, annak súlyos politikai következményeik lehetnek, és ha szükséges aláírás aláírásgyűjtést is kezdeményeznek. Az elhangzottakra a Debreceni Fidesz-KDNP frakció reagált. Közleményükben azt írták, nem vitatják, hogy a gazdag, nagy adóbevételű városoknak van felelősségük a településeken kívül is. Ez szolgálja a szolidaritási hozzájárulás. Debrecen mindig is így járt el, mindig is kivette a részét a közös terhek viseléséből. Hangsúlyozták, ragaszkodnak ahhoz, hogy ez egészséges mértékű legyen, és a debreceniek által megtermelt javak fölött elsősorban a debreceniek rendelkezhessenek, mert ez szolgálja a helyben élők érdekeit. Mint írták, ebben a kérdésben a debreceni közgyűlés minden tagjának egységes álláspontot kell képviselnie.